Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit érez irántad és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi az ő terve, ez középen látható itt felül és alul. Megvan a mágikus vonzalom kettőtök között. A spirituális terület érdekli őt, vagy érzi azt, hogy erős ez a vonzalom. Ő nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeit, de még kicsit bizonytalan, lassú lépésekkel ugyan, de közeledik hozzád. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Mind három kártyán a botok láthatóak, és a botok jelentik a tűz elemét. Ez lehet egy dühös érzelem is, de jelentheti a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket. Itt vannak nála kihívások, támadások, ez dühíti őt. Emiatt benne van ebben a szűkös helyzetben, de kilép ebből a helyzetből, vagy lezárja ezeket a kapcsolatokat, vagy kimutatja a bátorságát, védi magát, és itt látható, hogy sikerei vannak, majd közeledik hozzád. Mit fog tenni az itt jobb oldalon látható? Itt vannak sebzett emlékek a múltból, vagy te bántottad őt meg, és emiatt dühös rád, vagy fordítva volt így, hogy ő bántott meg téged, de közeledik hozzád, ezeket a dolgokat tisztázni akarja veled. Itt látható a képen, hogy kötve van a kezed, sőt a szemed is, nem tudod hogyan tovább, nem tudod azt, hogy viselkedj vele szemben. De megkapod az elismerést, hiszen úgy tekint rád, mint egy királynőre, és a kezedben az arany érem jelenti az értékeket, hogy értékel téged. Ez a kép jelenthet egy jó lehetőséget, hogy az anyagiak javulnak, vagy lesz egy ajánlat a munkahelyeden, egy jó ajánlat. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gyűrű jelenthet egy ajándékot, egy ékszert, vagy egy eljegyzést, de azt is jelenti ez a kép, hogy keresi a kapcsolatot veled. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Megváltozik itt a terve, megváltozik az energia, megvan a varázslatos kisugárzás, sőt ez a varázslatos vonzalom is kettőtök között. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Látni akar téged, hiszen a nap megvilágít valamit, az ő terveit, az életútját, vagy téged tesz láthatóvá. Azon kívül megvan a vonzalom, a kisugárzás, és tisztázódnak a dolgok. Itt látható a siker, és ez szerencsét hoz számára. Itt a gyermek jelentheti az ártatlanságot, vagy egy új irányt, de az is lehet, hogy olyan naív volt, mint egy kisgyermek, emiatt aztán mások kihasználták őt, vagy megtámadták, itt voltak kihívások, nehézségek. Lehet, hogy megvolt a bizalom, mert olyan naív volt, de nehézségeket váltott ki nála.
Itt ez a lovas férfi jelentett egy másik férfit, lehet, hogy féltékeny volt, és megbántott ezzel téged. Vagy nem mondta ki azt, hogy féltékeny, de mégis zavarta ez a férfi, aki esetleg akart tőled valamit, vagy közeledett hozzád, és így reagált, hogy megbántott. Itt vannak még részedről fájdalmas emlékek, ez itt is látható, de ez a férfi közeledni fog, ezeket a dolgokat rendezni akarja, megbánta. Lehet, hogy nem kér bocsánatot, de azért kimutatja azt, hogy értékel téged. Itt látható a könnyűség, a beszélgetés, úgyhogy kilépsz ebből a szűkös helyzetből, mint ahogy ő is kilép ebből a szűkös helyzetből. Lesz könnyűség, vidámság, nevetés, beszélgetés. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a hold jelentheti az anyukáját, az anyai témákat, de jelenti az éjszakát is, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, a te jelenlegi helyzetet. Itt a mélybe fogsz tekinteni, és megvizsgálod, átvizsgálod a dolgokat. Itt voltak olyan témák, ami megbántott téged. Lehet, hogy nem úgy viselkedett veled, ahogy megérdemelted volna, de ő ezeket a dolgokat le akarja zárni, tisztáz veled sok mindent, és rendeződnek a dolgok, javul a helyzet. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rám!